Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Jogász. Ahogy megszokhatták, üdvözlöm állandó beszélgető társamat és szakértőnket, dr. Vertán Balázs ügyvéd urat. Szervusz Balázs, köszöntelek. Jó estét, jó napot, szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket. Ahogy az előző adásban ígértük, ma folytatjuk az előző jogesetet, és ismét a munkajog világába kalauzoljuk nézőinket. Igyekszünk nagyon hasznos tanácsokat adni, és nem csak tanácsokat, hanem elemzést is, és bizonyos fontos és szükséges paragrafusokat is legalábbis megemlíteni, vagy felidézni. Az előző adásunkban szó volt egy bizonyos párról, akik egy takarító cégnél dolgoznak, és nagyon kiszolgáltatott jogi helyzetbe kerültek, hiszen legalábbis a pár egyik fele nem tud arról, hogy munkaszerződéssel rendelkezne, nem kapja meg rendszeresen a rendes, éves, kötelező szabadságát, illetve nincs azzal tisztában, hogy ki is pontosan a munkáltatója, és általános bizonytalan helyzetbe kerül, hiszen nem először fordul elő az, hogy nem kap konkrét munkavezetői utasítást, és bizonytalanságban hagyják. Innen folytatjuk a beszélgetést, hiszen itt hagytuk abba a múltkor. Számos sebből vérzik ez az eset, és ugye már a múltkor is említettük, hogy nem az egyedisége, hanem éppen az általánossága miatt nagyon veszélyes ez a helyzet, és van általános tanulsága, hiszen a mi saját személyes becslésünk, természetesen a Központi Statisztikai Hivatal nem tart nyilván ilyen adatokat, de a saját személyes becslésünk alapján 30–50%-ra becsültük a magyar munkavállalóknak azt a részét, akik hasonló kiszolgáltatott helyzetben vannak, illetve lehetnek. Egyrészt a fekete gazdaságban dolgoznak, vagy legjobb esetben is a szürke zónában, vagy van munkaszerződésük, vagy nincs, vagy bejelentik őket a munkahelyükön, vagy nem, vagy fizetik utánuk a járulékokat, vagy nem, vagy megkapják a rendes szabadságokat, vagy nem, és általában jogsérelmeket kell elszenvedniük úgy, hogy nagyon sok esetben még nincsenek is tisztában azzal, hogy ők jogsérelmet szenvednek el, és az már egy nagyon pozitív példa, amit előhoztunk, ugye a múltkori adásban, hogy ez a pár jogi tanácsadásért fordult hozzád, az ügyvéd úrhoz, egy kisvárosi önkormányzat jóvoltából, amely biztosítja ezt a lehetőséget hetente, néhány órában a város bejelentett lakóinak, a város polgárainak. Tehát, hogy ez már egy pozitív előrelépés, és ez nagyon jó dolog, és erre biztatjuk is a nézőinket, illetve azokat, akik a nézőink ismeretségük körében hasonló helyzetbe kerülnek, munkajogi problémájuk van, a munkáltatójukkal van problémájuk, adott esetben nem tudják, hogy létezik-e a munkaszerződésük, vagy nem, be vannak-e jelentve a munkahelyükön, vagy sem, fizetik-e utánuk a járulékot, vagy sem, megfelelő óraszámban vannak-e bejelentve, vagy sem, illetve egyéb munkajogi problémájuk van. Balázs, itt átadom neked a szót, és akkor ismertesd egy kicsit, frissítsük föl újra az esetet, illetve menjünk tovább, hogy milyen szabálytalanságokat tapasztalunk mi, csak az iratokat, illetve a pár elbeszélését ismerve is. Igen. Már. Igen, megpróbálok úgy felidézni elemeket, részleteket a történetből, hogy azokkal foglalkozom inkább, ami az elmúlt alkalommal nem hangzott el, vagy nem bomlott ki bővebben, hogy ezzel azokat is kielégítsük, akik követik, és azokat is segítsük a bekapcsolódásra, akik most társultak hozzánk ebben az érdekes ügyben. A múltkor már említettük azt, hogy a konkrét helyzetben adott jogi tanácsadás másodlagos, elsődleges itt felismerni, hogy milyen világban élünk, felismerni a helyzetünket, és az adott helyzetben egyrészt az optimálisat kihozni, anélkül, hogy az ember gépkarabélyjal felszerelkezve a világ megváltására vagy megváltoztatására indulna erőszakos vagy szelíd eszközökkel, de kicsiben a világot mindenki tudja változtatni, és arra bátorítani mindenkit, hogy ha fel tudja ismerni, hogy milyen helyzetben van, és tud beszerezni tanácsot, vagy akár azt kitalálja, vagy van, aki neki elmondja, hogy mit javasol, akkor tegyen a saját ügyében, lépjen. Ez a proaktív hozzáállás, egy olyan személyiségi attitűd, ami elkél, és bár ez elsősorban a jól szituált, jól felkészült, anyagi háttérrel, biztonsággal rendelkező, társadalmilag talán jól szituáltabb csoportoknak tűnik a privilégiuma, de arra biztatjuk a műsorunkban, előzőben is, a mostaniban is az elesetteket, a nyomorultakat, lásd a címet, a jogatlanokat, vagy akik úgy tűnnek, hogy jogokkal nem rendelkezők, hogy igenis lehet tenni. Igenis a saját magatartásuk egy nem elhanyagolható tényező a jövőjük alakulása szempontjából. A takarító vállalatnál dolgozó két személy, aki engem megkeresett a tanácsadás céljából, az azok közé tartozott, akik nem a társadalom csúcsán ülnek, akik nehezen lépnek föl saját maguk iránt, akik otthon nem tudnak kinyomtatni egy szöveget, akik valószínűleg saját kezükkel hivatalos iratot talán még életükben nem írtak saját szöveggel, akik nem tudom, hogy hol fejezték be a tanulmányaikat, de lehet, hogy tovább szerettek volna tanulni, hogyha azt a sors lehetővé tette volna, és esetleg nem tette lehetővé, vagy ők mulasztottak ebben, mindezt nem tudjuk. De hogy nem egyedüliek ebben a társadalomban ők, az egészen biztos. Amit itt hangsúlyozni akarunk többek között, és a te szavaid és soraid mögött is meghúzódik, és teljes egyetértésben mondom én ezt, tanárként is, hogy az iskolázottság hiánya, illetve a képzettség hiánya nem jelent teljes jogfosztottságot. Tehát elvileg a törvény betűje szerint ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint magasabb iskolázottságú és végzettségű, magasabb társadalmi helyzetű polgártársai, csak erről tudnia kell. Így van. Na most a néhány momentum, ami problémaként jelentkezett az ő munka viszonyukban. Ugye az tudtára juttatták a férfi dolgozónak, a férfinak, ez egy élettársi közösség volt, ő együtt kerestek föl engem, ugyanannál a munkáltatónál dolgoztak korábban, a hölgy időközben onnan eljött, a férfi még ott dolgozott, jelzést kapott a munkatársak közül valakitől az úriember, hogy könnyen lehet, hogy az ő hónapjai meg vannak számlálva a munkáltatónál, és ez, hogy ez nem csak egy szóbeszéd volt, az abból derült ki, hogy bement valamelyik hétfő reggel dolgozni, ahol a megbeszélt időben, megbeszélt helyen, a folyamatos munkarendjének megfelelően reggel 5 órakor, ez egy sütőipari egységben történő takarítás, egy alvállalkozó alkalmazottjaként volt a munkakör, és nem engedték, hogy fölvegye a munkát. És aztán hosszasan várakozott, egyébként nagyon helyesen, mert a munkatörvénykönyve azt mondja, hogy a munkavállalónak az a kötelezettsége, hogy a munka kezdéskor munkára képes állapotban megjelenjen, és ott a munkáltató utasításainak megfelelően munkát végezzen, vagy hogyha nincs éppen munkavégzési lehetőség, akkor rendelkezésre álljon a célból, hogy amikor a munkáltatónak megérkezik az utasítása, akkor felvegye azt a munkát, ami egyébként a munkakörébe tartozik, vagy kivételesen attól eltér, de képzettségének, személyiségének megfelel, és elvégezze. És amikor a munkaidő lejár, akkor halihó. Ösztönösen ezt a kötelezettséget, ezt a tanácsot a kisember megtette, ott várakozott, aztán kapott egy tájékoztatást, hogy menjen haza, majd szólnak neki, hogy mikor jöjjön dolgozni, aztán nem kapott tájékoztatást sem aznap, sem másnap délelőtt, aztán telefonon hívta, azon a mobiltelefonon, amin a kapcsolatot a munkáltatójával tartani szokta, és nem érte el a munkáltatóját, illetőleg kinyomták, ugye így szokták hívni hétköznapi fogalom, hogy kinyomták, tehát volt befutó hívás, volt kicsöngés, és aztán foglaltra változva, és nem kívánták fogadni a hívását. És ez mivel egy 2 napig tartó folyamat volt, teljességgel bizonytalanná vált a közérzete, a munkavállalói helyzete, és ezzel ugye a jogi helyzete, a jogi közérzete a nyomorultnak. Nagyon pontosan írtad le a helyzetet, és sajnos sok év tapasztalata után azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem ismeretlen számomra ez a helyzet, és próbálom beleélni magam a munkáltató helyzetébe, hogy vajon milyen reakciót próbált ő kiváltani a saját dolgozójából, és valószínűleg pontosan ezt. Tehát éppen ez lehetett a cél. Ez az általános bizonytalanság, jogbizonytalanság, munkajogi bizonytalanság, egzisztenciális bizonytalanság, hogy féljen, rettegjen a munkavállaló, még annak a nyomorult, rosszul fizető és bizonytalan munkahelyének is az elveszítésétől, amit éppen betölt. És esetlegesen, hogy hibázzon, ugyanis, hogyha nem jelenik meg, nem kap utasítás, és 2 alkalommal ez dokumentálható, hogy ő a munkarend szerinti időpontban nem jelent meg, akkor azt mondják neki, hogy akkor ki vagy rúgva, holnap már ne is gyere, megkapod a papírjaidat, vagy nem kapod meg a papírjaidat, megkapod a ledolgozott munkanapokat, vagy nem kapod meg a béredet, és többet itt ne lássunk. Sajnos egyébként ugye az, hogy eljöttek tanácsért, az egy nagyszerű dolog volt, és már a múltkor is említettük, most is mondom, hogy a kedves nézők között mindenki kapja föl a fejét, hogyha őróla van szó, és keresse a tanácsot, és hogyha tud szerezni magának tanácsot, jó tanácsot, vagy van bölcs megfontolása, hogy hogyan kell eljárni, vagy kitúrja az internetről, akkor tegyen, tartsa be a rávonatkozó szabályokat, jelen menjen meg, ha munkaviszonyról van szó, és amikor bizonytalan válik a helyzet, akkor lehetőleg ezt kommunikálja valamilyen módon a munkaadójának, a munkáltató jog gyakorlójának, és ez lehetőleg úgy történjen, hogy ez reprodukálható módon, így szoktuk hívni, minimum e-mailen, de ideális esetben vagy egy papírlapra leírva és postán elküldve, vagy papírlapra leírva és átvetetve, és fénymásolaton aláíratva, hogy megjelentem, nem kaptam munkát, nem kaptam fizetést, nem volt munkaközi szünetem, nem kaptam szabadságot. Ezer olyan probléma merülhet fel ebben az életsávban, ebben a társadalmi szegmensben, ahol amit szóvá lehet, és szóvá is kell tenni, és aki írásban nyilatkozatot tesz, ott két dolog biztos történik. Egy, a munkáltató észleli, hogy hoppá, itt egy aktív, egy proaktív, önmagát védeni kívánó, koncepciózus, átgondolt személyiség bontakozik ki, nem tudom csak úgy elnyomni, mint egy csikket, és ez nagyon pozitívan visszahat, visszacsatol magára a személyiségre is. Kiálltam a jogaimért, legalább tettem egy nyilatkozatot, elküldtem a levelemet, várom a választ rá, és egy védettebb helyzetben vagyok. Tehát ez egy pozitív kör. Egyrészt te sokkal jobban ismered ennek az adott párnak a helyzetét, ugyanakkor ne legyünk naivak, tehát ismerve az így működő, jó esetben is, jó indulattal is a szürke zónában működő vállalkozások nagy részét, ugye hát nem véletlen az, hogy nekik egy szérnaszálon függ az életük, ugye? Hiszen nincs székhelye és telephelye a cégnek, ez nagyon-nagyon fontos. Nincs egy iroda, ahova be tudna menni, és a munkáltatójával, vagy annak a jogi képviselője, vagy pénzügyi képviselője beszélni tudna, munkavezetője nincsen, nem tud egy konkrét címet, nincs más a kezében, a fejében, a telefonjában, mint az adott Kati, így neveztük a múltkor ugye ezt a munkáltató képviselőt, aki igazából nem is hivatalos képviselője a munkáltatónak, tehát nem művezető, nem igazgató, nem menedzser. Hát nem tag és nem ügyvezető. Nem tag és nem ügyvezető, ezt tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen státuszban dolgozik a cégnél, valószínűleg ő is feketében dolgozik. Közvetlen munkahelyi vezetőnek feltételezhetjük, mert évek óta vagy hónapok óta ő létezett a mobiltelefonon keresztül. Tehát, hogy van egy név, jó esetben egy teljes név, de még lehet, hogy a teljes nevét se tudják, csak annyit, hogy Kati, vagy Mari, vagy Zsuzsi. Ő a takarító Zsuzsi, valószínűleg így szerepel a telefonszámukban, és ennyi. Tehát, hogyha az a telefon nem elérhető, simkártyát cserélnek, kinyomják, megszakad, letiltják, akkor itt vége. Tehát, hogy ennyi a kapcsolattartásuk a céggel, és akár ez több éven keresztül zajlódhat. Hogyan adjak be egy fantomnak egy írásban nyilatkozatot, aki még nem is jelenik meg a munkahelyen, csak telefonon kapom tőle az utasításokat? Ezt az egy problémát, és akkor ezt megosztom az erre a felvetésre adott válaszomat a kedves nézőkkel, és ezt az egy problémát tudjuk orvosolni. Nem tettem más, mint hogy megtudakoltam, és megtudtam tőlük, hogy mi a cégnek a neve, mert a cégnév az volt. Ott helyben a jogsegélyszolgálaton kikerestem a mindenki számára ingyenesen elérhető, el is mondom, e-cégjegyzék.hu honlapon úgy, hogy természetesen ékezet nélkül kell beírni, mondom, e-cégjegyzek.hu honlapon, oda beírva a cég nevét, kidobja a tárolt cég kivonatot, ebből a cég kivonat a lényeg, rá kell kattintani, és a cég kivonat, hogyha legördül a képernyőn, akkor ott el lehet olvasni a cégnek azokat az adatait, amik a cégjegyzéknek a részét képezik. Ezt ki is lehet nyomtatni, el is lehet menteni. Egy adott időpontban ez a cég adatállománya. Ez benne van ilyen, hogy ügyvezető igazgató? Például. Ebben benne van a cég neve, a cég telephelye, rövidített megnevezése, esetleg idegen nyelvű megnevezése, az alapítókirat vagy társasági szerződés módosításának a dátumai, benne van a cég főtevékenység és egyéb tevékenység köré, benne van az ügyvezető vagy ügyvezetők, és hogy ők hogyan képviselik önállóan vagy együttesen a céget, benne van a könyvvizsgáló, benne van a bankszámla, benne van az adószám, a statisztikai számjel, ez az utóbbi pár darab, ez nyilván kevésbé érdekel, és benne van az esetleges végrehajtás, ami a cég ellen megy, elég fontos információ, és benne van a tag. Akár az ügyvezető, akár a tag külföldi, akkor benne van az a, és itt ez nagyon fontos, tessék figyelni, az a kézbesítési megbízott, aki postaládaként szolgál Magyarországon. Ez adott esetben így is volt, mert jó hír és rossz hír egyaránt származott a tárolt cégkivonatból. A rossz hír az volt, hogy egy személyes Kft., akinek egy magyar nevű ukrán állampolgár, egy kárpátaljai, a beregszászi magánember, az egyszemélyes tagja és az ügyvezetője, akivel viszont sajnos soha nem találkozott, és a nevét se hallotta a munkavállaló. Ő csak a Katival találkozott, és a Kati mobiltelefonjával. Viszont ez ügyvezető is, és tag, és egyedüli tagként is ez a személy volt, viszont benne volt ugye a kézbesítési megbízott. Így tehát két helyre lehet írni a levelet. Egy, az egy székhely van bejegyezve, minden társaság részére van, az egy postai címet is jelent, ahova vagy megtörténik a kézbesítés, vagy nem. Ez általában egy magánlakás, vagy egy szolgáltatóháznak az irodája, amit kibéreltek, de általában, mert hogy a hivatalos iratok is ide érkeznek, NAV-tól is, esetenként, meg más hatóságtól is, itt sokszor átveszik az iratokat. Kettő, az ügyvezető vagy a tag és a tag, ha külföldi, akkor annak a kézbesítési megbízottja, aki magánszemély vagy esetleg egy ügyvéd vagy egy ügyvédiroda, annak a címe ugyancsak szerepel a neve mellett, tehát oda is lehet írni. És én azt a tanácsot is adtam a hozzám fordulónak, hogy írjanak egy levelet, és az két helyre, a cég székhelyére és az ügyvezető kézbesítési megbízottjának a magyarországi feltüntetett levelezési címére, lakcímére küldjék el tértibevénnyel. Tehát mondjuk ezt a problémát, ezt egy problémát meg tudjuk oldani, valamelyik valószínűleg át is veszi, ha csak nem nagyon furfangosak és nem veszik át a munkavállalójuk által, ugye, mert hogy tértivevényes levélen fel kell tüntetni, hogy mi a visszaküldési cím, és szerepel a feladó, és ezért akkor válogatni lehet az átvendő és az át nem veendő levelek között, de a posta elvileg minden levelet köteles kézbesíteni, és nem lehet szelektálni, hogy ezt átveszem, ezt nem, ezt átveszem, ezt nem. Valamelyik címre meg fog érkezni, tehát azt mondjuk dokumentálni lehet, hogy egy darab levelet a munkavállaló elküldött a munkáltatójának. Hogy a történet hogyan folytatódik, azt ugye nem tudjuk, elég kétséges, de legalább a fellépés, az írásbeli nyilatkozat, a fellépés és ennek a pozitív hatása mind a kapcsolatban, mind pedig magában a levelet író munkavállalói pszichében, az már megvalósult. Egyébként nincs is folytatása a történetnek, nem tudom, hogy a munkaviszony megszűnt, kirúgták vagy sem, illetőleg amiről a múltkor már beszéltünk, hogy a megírt levél hatására sikerült azt a bizonyos egyhetes szabadságolást elérni, amit ugyancsak alátámaszt a munkatörvénykönyve, mert a szabadság felét a munkavállalónak akkor kell kiadni, amikorra ő azt kéri, és ezt ő 15 nappal előre be kell jelentse, és akkor kell kiadni a munkáltatójának, ha valamilyen nagyon fontos gazdasági érdek ezt nem akadályozza, a felét. De ezt nem kell írásban bejelenteni, hogy ezt elég szóban. Elég szóban bejelenteni, de ugye tudjuk, viszont azt egybe kell kiadni, ugye a felét azt egybe kell kiadni. Hát nem, amit ő a felét ő kérheti, azt nem kötelező egybe kiadni, az lehet egy hét itt, egy hét ott. A felét úgy kell kiadni, ahogy a munkavállaló kéri. Csak egy külön szabály az, hogy a teljes éves alapszabadság plusz pótszabadságból álló x napos 20-30 nap közötti munkanap közötti teljes szabadságotnak legalább 2 hetet egyben kell kiadni. Amiről múltkor beszéltünk, hogy ez a rekreációs időszak, minimum. Mert hogy ennél kevesebbet adnak ki, mint a tárgyi esetben a tavalyi évben, elmondás szerint összesen 2 nap szabadság, ami Japánban is kevés lenne, itt Európában pedig végképp kevés, szabadságra engedték ezt a munkavállalót, vagy ő nem akart menni, vagy nem engedték, vagy nem tudom. De hogy ebből a teljes törvény alapján járó, vagy szerződés alapján járó szabadság mennyiségből 2 hetet egyben kötelező kiadni. Reméljük, a munkáltatók többsége ezt be is tartja. Mindenkihez szól az üzenet, hogyha nem tartja be a munkáltató, tessék kérni. Szóban elég kérni, de azért is javasolt az írásbeliség, mert ha papír van róla, másképp fog a nyilatkozathoz, a kéréshez hogy viszonyulni a munkáltató. Amit csak szóban mondanak, letagadható, ha nincs meg a saját etikai tartása a munkáltatónak. Amit írásban kérnek, az pedig, hát arról van papír, ott egy kicsit óvatosabban. Hát annál is inkább, hogyha már ugye ennyire nehezen működik ugye a kommunikáció, illetve feltétlenül ilyen nehéz kivenni a szabadságot, akkor ebben az esetben különösen indokolt írásban kérni. Persze, persze. És ha már mi beszélünk, ugye az első tanács az, hogy állj ki a jogaidért és mondd. De ha jogásszal beszélünk, már pedig most mindenki jogásszal beszél, aki minket lát és néz, akkor a tanács az, és ezt írd le, hogy utóbb tudjál rá hivatkozni. Egyébként egy másik ügyben úgy nyertünk pert az ügyfelemmel, ami egyébként nem munkajogi ügy volt, hogy ő a korábbi SMS-eket a telefonjáról kinyomtatta, és ezeket szépen becsatoltuk a bíróságon. Ugyanis a telefon, a mobiltelefon, annak van egy nagy előnye, miközben van híváslista egy, és nem reprodukálható a beszélgetés tartalma, mert általában nincs fölvéve, ugyanakkor nagyon sokszor SMS-ekben üzennek egymásnak, sokszor egyébként a munkaviszonyban is, eléggé el nem ítélhető módon munkáltató és munkavállaló, de egy nagy előnye van ennek. Az SMS megmarad, ki lehet nyomtatni. És akkor ezt úgy kell csinálni, hogy amikor kritikus tartalmú, fontos tartalmú SMS küldemény érkezik, például munkáltatótól, kollégától, stb., akkor azt el kell menteni, ki kell nyomtatni, azt meg kell őrizni, hogy adott esetben hatósági eljárásban, levelezésben vagy bírósági eljárásban benyújtható, becsatolható, felhasználható legyen. És ez egy aranyat érő tanács. Ez kiváló végszó, mert ennyi idő adatot ma számunkra. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen ezt a nagyon kerek, nagyon teljes esetleírást és esetmagyarázatot. Nagyon bízunk benne, és őszintén reméljük, és valahol biztosak is vagyunk benne, hogy sokat tudtunk segíteni a magyar munkavállalóknak ezzel a műsorral, és ezzel az adással, és az előzővel is, a kettőt együtt érdemes nézni, egymást folytatólagosan. Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, nagyon hasznosak voltunk ma, és bízom benne, hogy valóban sokat tudunk segíteni a jövőben is. Visszakereshető ez ugye a YouTube-on. További szép estét kívánunk nézőinknek, köszönjük figyelmüket, kísérjék figyelemmel, továbbra is szeretettel és lelkesedéssel műsorainkat. A következő adásban újra itt leszünk és jelentkezünk. További szép estét kívánunk, a viszontlátásra!